Hatalmas vihar csapott le Szegedre. A szél több épület tetejét is megrongálta, így a jogi kar épületének tetejét is feltépte, az ablakok pedig betörtek. Megsérült a színház és több lakóépület is a városban. A nagy szélben a Széchenyi téren kidőlt egy platánfa, az egyik ága éppen a padon ülők fejére csapódott. A szegedi hivatásos tűzoltók láncfűrésszel szabadították ki a sérülteket. 112 km/h szinte orkán erejű szél csapott le Szegedre hétfő délután. A belváros szinte háborús övezetté vált, mindenütt hatalmas volt a pusztítás. A kora délutáni órákban érkeztek meg a legelső segélyhívások a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére, azóta folyamatosan áradnak a bejelentések. Leginkább kidőlt fákról és leszakadt faágakról tesznek a lakosok bejelentést. Szeged belvárosára csapott le legintenzívebben, legerősebben a vihar. Itt én, amerre jártam autóval, mindenhol kidőlt fákkal találkoztam és leszakadt fágakkal. Van, ahol áramszünet van jelenleg is, és a villamos forgalom is áll. A Petőfi sugárúton sem tudtak közlekedni a villamosok, a sínekre ugyanis több fa is rádőlt. Ezen a felvételen pedig az látszik, hogy a Tiszalajos körút és Attila utca sarkán derékba tört egy hatalmas fa, amelyet csak a troli felső vezetéke tartott. A zsinagóga környékén is leszakadtak a villanyvezetékek. Több helyszínre riasztották a mentőket is, egy esetben egy autóra dőlt egy fa, amely mellett tulajdonosa állt, szerencsére a férfi megúszta sérülések nélkül. A Széchenyi téren személy sérülés is történt a hirtelen jött viharban, a mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy ember életveszélyes koponyasérülést szenvedett, egy súlyos végtagsérült és egy könnyű sérültet kellett még ellátniuk a mentősöknek. A városban hatalmas károkat okozott a tornádó erejű szél, az önkormányzat azonnali egyeztetést kezdeményezett a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a mentők és a rendőrség szakemberei. Azonnal megkezdődött a károknak a felmérése. Az már világosan látszik, hogy nagyon súlyos károk történtek, balesetek is történtek, középületek sérültek meg, a parkokba fák dőltek ki, a tömegközlekedést is időszakosan le kellett állítani. Én azonnali hatállyal 200 millió forintnyi alapot hoztam létre, csoportosítottam át a városi költségvetésben, hogy a következő napokban akár enyhítést meg tudjuk tenni. A polgármester saját hatáskörében arra utasította a város tulajdonában álló szolgáltató cégeket, hogy vegyenek részt a segítségnyújtásban és akár elhárításban.